Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A Győr lehet a Fradi ellenfele a bajnoki döntőben, feltéve, hogyha az elődöntő második mérkőzésen is legyőzik az Ér csapatát, ezúttal idegenben, mint ahogy azt tették egy héttel ezelőtt az elődöntő első mérkőzésén. Tóth Tímeával fogjuk majd végigizgulni a találkozót. Az első meccs legalábbis eredmény szempontjából nagyon simára sikerült, hiszen 35-21 volt a végeredmény. Nem tudom, hogy mennyire marad ez meg a fejekben. Tudom, hogy a gólkülönbség nem számít, hiszen két nyert mérkőzésről szól a történet, de akkor is azért ez egy nagyon nagy arányú győzelem, még úgy is, hogyha az elején 5-2-re még azért vezetett. Igen, 5-2-re azért vezetett, és azért az első félidő egészen szoros volt. A Szekeres Klárával beszélgettem a hétvégén, és ő mondta, hogy nagyon jó meccset játszottak, és kérdeztem tőle, de kikaptatok 14-en, és azt mondta, hogy 10 perc volt talán, engedték a Győrnek, hogy saját játékát játssza második félidőben, és azáltal el is mentek ilyen nagy gólkülönbséggel. Itt az lesz a meghatározó majd, hogy hagynak el lélegzetvételt a Győrnek, vagy hogy ilyen 10 perceket, és akkor tényleg simán hozza a Győr a meccset, vagy pedig megnehezítik a dolgokat. Na de ennek fizikai gátjai, akadályai lehetnek, vagy pedig lélektani korlát a Győrrel játszani, hiszen a Győr nem is tudom, hát utoljára a Fradi ellen szenvedett vereséget a bajnokság elén, azóta BL-ben, kupában, vagy akár bajnokságban mindig nyertek, vagy minimum egy döntetlenre hozták a találkozót. Hát az biztos, hogy a Győr az annyira jó csapat, és olyan jó játékosai vannak, a világ legjobb játékosai vannak itt, hogy nekik nem szabad tényleg egy 2 percet, 3 percet se nagyon hagyni. Csak úgy tudsz ellenük érvényesülni, hogyha 60 percig végig tudod küzdeni a mérkőzést, ami nagyon nehéz azért, ez egy egész magas színvonal kell ehhez, és egy egész nagyon magas színvonalú játék. Hát az Érnek megvan az a játékos állománya, hogy ők képesek lehetnének rá. Egyelőre még nem nagyon csillogtattak itt a tudásukból, hát reméljük majd, hogy a mai meccsen ez. Na látunk. De például a Buxtehude ellen láttunk egy olyan harapós érdet, amelyik akár még a meglepetésre is képes lehet, vagy akár az az 5-2 is azt jelentheti, hogy ha fejben el tudják hinni, hogy képesek ennek a Győrnek is problémát okozni, akkor akár ezt 60 percen keresztül is meg lehet tartani. Hát nem megbántva a Buxtehude, de azért nem lehet a Győri játékos állományával összehasonlítani az őkét, akik amatőr kézilabdázók, igazából a munka mellett hobbi kézilabdát csinálnak, és persze az Ért szépen játszott ellenük, és jó mentalitással játszott ellenük, de nem ugyanaz a két mérkőzés. Még ha ez egy más meccs is lesz, mint ami Győrben volt, akkor is tényleg csak úgy van esélyük, hogyha 100%. Az nem tudom, hogy mekkora motiváció a győri lányoknál, hogy minél kevesebb mérkőzésből hozzák már le ezt az idei évet, hiszen ha az elkövetkezendő 2 hetet vagy 3 hetet nézzük a győri lányok életében, az ami elképesztően kemény lesz. Ugye lesz a Final Four, előtte kupadöntő, aztán majd lesz a bajnoki döntő, tehát nagyon jó lenne nem plusz egy mérkőzéssel érkezni a bajnoki döntőbe. Biztos vagyok benne, hogy úgy jöttek ide, hogy ezt a mai mérkőzést meg akarják nyerni, bármi legyen is a játék alakulása, a végén ők egy góllal hazamenjenek, ha kell, akkor egy góllal le megnyerjék ezt a meccset. Én tudom, milyen ez, amikor ilyen nagy sorozatterhelés van, és pont az az időszak jön nekik, amikor az egész évben ezért dolgoztak, hogy megnyerjenek majd egy magyar kupát, vagy a Final Four-ba ott legyenek, tényleg döntőt játszanak. Nagyon bízom benne, hogy így is lesz. És hát ez az egy meccs, ez már nagyon nem kell ahhoz, hogy még vasárnap, húsvét, vasárnap ők mérkőzést játszanak, talán így kaphatnak is még egy kis szünetet, és pihenhetnek akár 2 napot is, hogy felkészüljenek aztán majd a magyar kupa meccsre. Hát ebben a szezonban nem először találkozik a két csapat, nézzük, mire mentek eddig egymással. Valaki valós érvekkel próbálná alátámasztani, hogy az Érd legyőzheti a mai délután folyamán a Győrt, annak bizony alaposan meg kéne erőltetnie magát. Persze tudjuk, a labda gömbölyű, egy mérkőzés a végső dudaszó pillanatáig tart, előre nem szabad inni a medve bőrére és egyéb bölcsességek, ám talán mégis tudunk egy olyan emberről, aki hiteles mondatokkal tudná megindokolni, hogy miért nyerhet ma az esélytelennek tűnő hazai gárda. Ráadásul ez a valaki éppen az Érd jelenlegi edzője, Szabó Edina. Közel 9 évvel ezelőtt a maihoz hasonló előjelekkel várt a Szabó akkori csapata a Győr elleni EHF kupa döntő visszavágóját, ám akkor a Fehérvár csodát tett, és megverte a Görbic Anita fémjelezte Rába Parti együttest. A jó egy évtizeddel ezelőtti meccsről mára csak Szabó és Görbic maradt hírmondónak, és minden egyéb párhuzama jelennel az idei bajnokság talán legnagyobb meglepetése lenne. Nagyjából akkora, mint a szezon előtt abba belegondolni, hogy a Dunaújváros az Érd otthonában taszítja le Szabó Edináékat a dobogóról. Az,
az viszont nagyságrendekkel nagyobb meglepetés lenne, mint ami volt mondjuk a Fradi győzelme a Győr ellenében, és az egész biztos vagyok abban, hogy Szabó Edina el is hiszi. Az a nagy kérdés, hogy a csapatban van-e olyan játékos még, és talál-e valakit, akit annyira lehet motiválni, mint amilyen motivált játékos volt ő annak idején, hogy végigvigye az edző akaratát? Igazándiból az érnek veszteni valója nincsen, ez a szokásos sablonszöveg, de tényleg felszabadultan jól kell kézilabdázniuk, nekik is az a céljuk szerintem, hogy egy nagyon jó meccset játszanak, és mindenféle szempontból megnehezítsék a Győr dolgát. Itt az lesz a nagy kérdés, ugye, hogy a sérültek a Győrben hogy vannak. A Vanyus Attilával beszélgettem, és nagyon titokzatosan nyilatkozott, hogy milyen felállásban fognak pályára lépni. Azt ugye tudjuk, hogy a tervelő nem fog játszani a mai mérkőzésen, nem is utazott el a csapattal. Ő viszont a védelemnek az egyik alapembere. Igen, ő neki meghatározza a védekezés, hogyha Győret egy 5-1-et védekezik, akkor ő szokott elől lenni. Nem tudom, hogy őt esetleg tudják-e pótolni, vagy készültek erre a gyakorlás szempontjából, jó lenne, hogyha ezt is tudná Győr gyakorolni. És meghatározó a védekezésben is hármas védőként, úgyhogy bár azért egy Amorino és egy Bulatovics is azt gondolom, hogy meg fogja ezt oldani, de tényleg nagy kérdés, hogy esetleg még ki hiányzik a csapatból. Tudom, hogy amíg él a remény, addig nem szabad feladni, és nem szabad másra koncentrálni, tehát most az Érnek egyetlen feladat lebeghet a szem előtt, hogy legyőzni valahogy a Győrt, de egy picit átnézve most már ezen a mai találkozón, nem biztos, hogy a Fradi ellen kellene készülniük, hanem a Dunaújváros elleni mérkőzésre, a bronzmeccsre összpontosítani. És hogyha beleveszünk, hogy mondjuk az évelején a célkitűzések mi voltak, akkor valószínűleg ott is a bronzérem lehetett a maximálisan elérhető cél. Így van, mindenképpen a Győrnek az a célja, hogy a harmadik hely meglegyen. Vagy az, bocsánat, igen, az Érnek az a célja, hogy a harmadik hely meglegyen, a Győrnek természetesen a bajnoki cím. És a Dunaújváros azért eléggé megnehezített azért dolgát itt hazai pályán, és ahhoz, hogy meglegyen a harmadik hely, ahhoz ez a mai mérkőzés nagyon kell tényleg, hogy a játékosok is elhiggyék, hogy van keresnivalójuk akár a Dunaújváros ellen is, hiszen itt hazai pályán az utolsó mérkőzésen kikaptak ellenük. Úgyhogy az kell a mai meccsen tényleg, hogy azért jól védekezzen, jól játszon, segítség a kapust azáltal, hogy a nagy lövőknek megnehezítsék a dolgát, kilépjenek a lövőkre, ezzel már lehet akár egy Bulata Anita ellen is készülni, aki ugye a Dunaújvárosban meghatározó átlövés, mint tudjuk, 15 gólt lőtt a Ferencvárosnak. Úgyhogy ez egy ilyen jó kis, vagy egy amorímot, ha meg tudnak állítani, akkor valószínűleg jobb a tanítát is. Timi, nem akarom, hogy itt jóslásokba bocsátkozzunk, de tényleg úgy tűnik, mint a verhetetlen lenne a Győr. És ennek nagyon örülnénk, ha így is lenne, főleg mondjuk a Final Four-ban. De te látsz arra reményt, vagy látsz arra, nem, persze nem reményt, rosszul fejezem ki magam, hanem látsz bármelyik olyan csapatot, aki most nagyon veszélyes lenne a Győrre? Tehát a Final Four egy egészen más történet, mint mondjuk egy bajnoki elődöntő, vagy akár egy bajnoki döntő. Hát egészen más, nem lehet összehasonlítani, hiszen ott is a világ legjobb csapatai vannak, akik bejutnak ugye a BL-be, ott van a legjobb 4 csapat, és ott aztán tényleg nincs könnyű mérkőzés. Azért még azt nem lehet elmondani, hogy a mi legjobb 4 magyar csapatunk az ott lehetne akár a Final Four-ban, hiszen tudjuk, hogy a Ferencváros is elbúcsúzott, elég korán pedig azt vártuk tőlük, hogy azért elég sokáig fognak menetelni. Úgyhogy nem lehet összehasonlítani. Itt nagy kérdés, hogy a Győr tényleg mennyire veszi ezt a mai mérkőzést komolyan, mennyire akarják már az első perctől kezdőbe biztosítani azt, hogy ezen a meccsen azért ne keresni valója ne legyen. Hogyha rosszul kezdik a meccset, és nem tudnak felpörögni, vagy jó játszani, akkor azért nehéz dolguk lesz itt érnek. Még lehet, hogy ezt is megtudjuk a következő kis rövid interjúból, hiszen Lédre Rákos kollégánk Danyi Gábor kérdezte a mérkőzés előtt. Fradi már vár rátok. Meddig kell még várniuk? Hát remélem, hogy ma sikerül abszolválnunk ezt a meccset, bár biztos vagyok benne, hogy nem lesz könnyű. Egy kiváló csapat az Érd. Ez bebizonyította az első mérkőzésen is, hiszen nagyon komoly erőfeszítés volt az első fél időben a részükről. A második fél időben voltak egy 10 perces periódusban, ahol eldőlt a mérkőzés. Én ma sokkal szorosabbra számítok. Most jön lassacskán majd a szezon végjátéka, hogy álltok formaidőzítés terén, és hogy álltok esetlegesen sérültekkel? Hát ugye valóban szezon végén járunk, most kell teljesen élesíteni a formát, hiszen a bajnokság mellett a Magyar Kupa és a Final Four is, hiszen most nagyon tényleg nagyon-nagyon ki kell centízni, hogy mikor játszunk csúcsformába. Sérültek vannak, mint mindenhol nálunk is. Ma például a tervel nem tudott eljönni, tegnap edzésen megsérült, de hát ilyenkor fölépülnek még a halottak is, illetve akik a közelébe vannak. Én remélem, hogy nem ez fog hátráltatni bennünket.
Ami viszont nagyon fontos, és erre nem tért ki Danyi Gábor, de valóban egy nagyon kemény széria előtt áll, vagy közben áll a Győr. Az ilyen meccseken azért lehetne pihentetni a nagy ágyukat. Benne van a veszély, hogy akkor lesz belőle a harmadik meccs, szóval azért ez egy nehéz játék, hogy most kit küldjek pályára, még adjak még több meccset, még nagyobb terhelést Lökének, Amorinak és a többieknek, vagy pedig jöjjenek egy picit a fiatalok, akik kevesebbet játszanak a nagy mérkőzéseken. Hát szerintem úgy vannak vele, hogy nem akarnak harmadik meccset, úgyhogy ma mindent meg fognak tenni, hogyha jól láttam, akkor a Görbicanitának lehet, hogy van egy új sérülése, ami elég frissnek tűnik, amiben van kötve és pont a lövő keze, úgyhogy nem tudom, hogy ő mennyire fog játszani, vagy mennyire. Azért, ha a Görbe nem játszik a csapatban, az azért zavart szokott okozni a fejekben, és azért más az a Győri Eto, amikor a Görbe nincs pályán. Szerintem viszont ő meg olyan játékos, aki biztos, hogy be fog vállalni egy 10-15 percet egy-egy fél időben, ahhoz, hogy tényleg meglegyen a mai győzelem. Hát ugye a Fradi is akkor győzte le a Győrt, amikor Görbic nem játszott, és ha már Görbéről beszéltünk, akkor beszéljünk egy kicsit a magyarokról, mert a Győr nem arról híres, vagy nem azért szeretjük a Győrt, hogy olyan nagyon sok magyar játékosa lenne, pedig nem ártana talán a kicsiket és a fiatalokat is, a magyarokat beépíteni a csapatba, és ha jól hallom, akkor most további erősítések várhatók, és nem biztos, hogy magyar oldalról. Hát magyar oldalról is két új régi új győri játékos visszatér, ugye, akik a Veszprémben játszanak a Planeta Simonetta és a Tóth Gabriella, ők úgymond visszaérkeznek a csapathoz, vagy el tudták érni azt, hogy a jó teljesítményükkel visszakerülnek a keretbe. De hát igen, az a nehéz ilyenkor, hogy persze a magyar szeretne látni a pályán, viszont hogyha azt nézzük, hogy azt szeretnénk, hogy a Győr BL-t nyerjen, vagy megvédje a címét, akkor ahhoz az kell, hogy felvegye a külföldi csapatokkal a versenyt. Ott is a világ legjobbjai vannak, akik összevásároltak, mintha a Skopje is, aki nem sok macedón játékos van a csapatban. Akkor viszont az kell, hogy a legjobb játékosnak legyenek itt. Úgyhogy ez mindig egy ilyen érdögi kör. Igen, mi örülnénk annak, hogyha nagyon sok tehetséges magyar játékos lenne. Minél többet látnánk, és tényleg kinőnének a tehetségek, mert szerintem ez a mai magyar kézlabdának nagyon nagy hiányosságai, hogy az utánpótlásban nincsenek olyan nagyon kiemelkedő tehetségek, mint például egy Görbicanita volt, aki tényleg éveken keresztül meghatározza. Köszönöm szépen. Úgyhogy pont én ezt nagyon hiányolom, hogy fiatal egyéniségek hiányoznak. Én nagyon remélem, hogy tudunk kinevelni ilyen tehetségeket, és egyre több tehetség lesz, és akkor viszont elengedhetetlen lesz, hogy egy Győri Etóban is minden. Most jöjjön egy egykori nagy tehetség, egy kiváló edző, Szabó Edina. Elődöntő második mérkőzés, az egyik párharc már eldőlt. Kivel szeretnétek jobban játszani? A Dunai Várossal vagy a Fradival? Hát erre a kérdésre csak egy válasz lehet. A Fradival úgyis annyit játszottunk, igazán őt választanánk. De hát ahhoz még egy nagyon, nagyon kemény meccseket kellene megnyerni a világ legjobb csapat ellen. De szeretjük a kihívásokat, itt lesz mindjárt a lehetőség, hogy bizonyítsunk. Annyit megsukatok, a győriek nagyon kemény meccsre számítanak, már ők az első meccset is annak érezték. Az egyébként hogy lehet, hogy valójában a két csapat közötti rivalizálást figyelembe véve az első év első meccse volt a legszorosabb? Hát azt gondolom, hogy minden csapat megy előre, és ahogy az Érd egyre közelebb került az élbolyhoz, hogy egyre inkább komolyabban veszik az ellenfelek. Hát ez itt tulajdonképpen, ahogyha az első meccsről beszélünk, az elődöntőről, akkor azt, ha a Győr keménynek éreztem, mi is nagyon kemény meccsnek éreztük, és nagyon készültünk. Azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, és egy jó mérkőzést játszottunk, ami sajnos az eredményben aztán nem látszott meg. Én úgy éreztem, hogy úgy benne lehetett volna egy komolyabb eredmény is. Hát ezek apró részletek emulik, de a Győrön látszott, hogy mindenre föl vannak készülve, és ahogy lehetett, akkor megcsinálták a legnagyobb különbséget, ami azt jelenti egyébként, hogy a Győr is nagyon sokat lépett előre fegyelmezettségben. Ezt lehet ugye hallani sokszor az edzőjüktől, hogy amikor lehet, annyival kell nyerni, amennyivel csak lehet. Itt mindenki magának játszik, és ugye az ellenfél, illetve a sport iránti alázat is ezt követeli meg. A játékosok a pályán, kezdődik a mérkőzés, a kommentátor Lédre Rákos. Jó záporos kora estét mindenkinek, ne felejtsék, jól tudják, a legtöbb gólt nálunk látják. A két csapat párharcának 15. mérkőzése következik.
ebbe benne van az eddigi három év magyar kupa termése is, amikor az érdiek legnagyobb pekhére mindig a Győrrel kerültek szembe. Idén egyébként a Ferencváros búcsúztatta őket, és így most sem jutottak a négy közé. Ez egyben azt is jelenti, hogy számukra csak a bajnokság maradt, és erre kell összpontosítani. Azzal meg hát nem árulunk el nagy titkot, az előző interjúból is kiderült, hogy minden mérkőzést a Győr vitt el, amióta tehát az érdélyekkel tét meccsen az első osztályban találkoztak. 14-ből 14 a mérlegük, ami azért meglehetősen meggyőző. Bépek Katalin és Rágvölgyi Mária vezetik majd a találkozót. Ők vezettek már idén egy összecsapást, méghozzá pont az érdi mérkőzését a győrieknek, tehát az érd-győr párharcokból vezettek már egyet, és akkor az ősszel 31-23-ra tudott végül győzni az Eto. A szünetben is már elég meggyőző 7 gólos különbség volt. Íme az Audi Eto KC összeállítása, amelyből tehát hiányzik Rafa Tervel, és ugyanúgy, ahogy az mára a bemelegítő képeknél látható volt, nem melegített be Hornyák Dóra, így ő sem fog játszani, bármennyire is be van írva a jegyzőkönyvbe. És ami ugyancsak hát nagyon valószínű, Görbi szerint a melegített ugyan végig, nagyon becsületesen, és most is futja azt az egy-két sprintet, amit még ilyenkor szoktak a csapatok, de nagy kérdés, hogy ő majd mennyit fog játszani, esetleg akkor, ha ne adj Isten ég a ház, vagy Ambros Mártin úgy számol vele, hogy azért beveti a csapatkapitányt. Beszéljünk, és nézzük akkor az érdieknek az összeállítását. Íme náluk nincsen különbség, és nincsen különösebben hiányzó sem. Ez tehát az érdi csapatnak a kerete a mai összecsapásra. És most Oguntoje fog kezdeni egyik oldalon a kapuban, ugye ez mindig sarkalatos kérdés, hogy Janurik vagy Oguntoje. A másik oldalon pedig, azért ez is azt gondolom sok mindent elárul, hogy Herorsival kezdenek a győriek, és nem Lundéval. Görbic sincsott egyébként a kezdőben. Itt pedig Szabó Edina látható. Priscsuk, az érdiek kezdték a mérkőzést, ők játszanak narancsárga feketében és tiszta fehérben a győri alakulat. Kovács Anna, Priscsuk, Klivinyi le a szélre, Koren, Kovács szépen megugrasztja Bulatovicsot, Herr viszont fogja az első lövését. Érdekes, mert az utolsó lépése már nagyon tétova volt Kovácsnak. Le a szélre, és vezet az Eto, Korsós Dorina a gólszerző. Elfeledkeztek róla, Vukcevicsek későn léptek ki, bár nem vagyok benne biztos, hogy pont Vukcevicsnek kellett volna odaérnie. Szóval furcsa a dolog, mert az első év első meccsén 2010 októberében játszott a legszorosabb meccset egymás ellen a két csapat. Akkor egyetlen góllal 25-24-re tudott nyerni a Győr. Priscsuk! Bődületes nagy gól! Ő eddig csak két meccsen játszott, ugye a sajnálatos őszi sérülése miatt az őszi meccset kihagyta. Amorim bemegy Oguntoje lába között. Eddig tehát gyors gólok a meccs elején, és próbál gyorsan indulni középkezdésből az Érd. Priscsuk! Bulatovics állítja meg. A Tervel hiánya a védekezésben látszik meg, Görbic hiánya a támadásban elsősorban. Priscsuk, Klivinyi, vagy hát látszódhat meg, mert még azért nagyon az elején vagyunk. Legalább egy busznyi győri szurkoló, akik a legzajosabbak most az érdi sportcsarnokban. Egy szép is betörési kísérlet volt Vukcevicstől, de ez egyelőre nem ért 7 méterest. Csak szabad dobást. Kovács. Priscsuk lábához, Klivinyi. Klivinyi és Kovács. Nem a legjobb összjáték.
és aztán lebírkozzák Kovácsot, indul az Eto, Orbán belövi. Orbán egész jól játszott az érd elleni mérkőzéseken idáig. Többször is ki volt emelve a neve a meccs végén, 3-1-es Győri vezetés. 12 gólt lőtt idáig Orbán az érd elleni három összecsapáson. Ebből ugye a két alapszakasz bajnoki és az első elődöntő meccs, amit ha esetleg gólokat mondok, hogy hogy állnak egymás ellen a felek, ezt számít vele. Kovács, Kovács Anna, ezt most nagyon bátran végigvitte. Ő a legeredményesebb most már amúgy a Győr ellen, ez a 17. gólja volt. Livinyivel rajtoltak holt versenyben, 16-16 góllal ebben a szezonban. Bulatovics, Orbán, Kovacsics, oly de szépen látta meg a helyet Kovacsics! És be is ment. Eddig nagyon hézagos az a hazaiak védelme. Szekeres. Szabad dobás. Jön a szokásos cseretámadásban és védekezésben Szekeres és Koren. Kovács. Sacl. Nagyon könnyű zsákmány ez erről a Solya számára. Ugye Sacl Nadin is játszott az Etóban. Bulatovicsot ennyire tisztán nem szabad hagyni. 5-2 és gyakorlatilag 4 perc alatt 5 kapott gól. Szabó Adina kezébe is veszi a T betűt. Kérdés az, mikor indul meg a zsűri asztal felé. Trissuk. Kovács. Megint egy hiba Kovácstól. És megint a földharcot a győriek nyerik. Lőke indul el. Lőke lövibe. Azt hiszem most fogja letenni a T betű Szabó Adina a zsűri asztalra. Ez így is van. És ennél jobban kell küzdeni a labdákért, érthető? Megvannak a helyzetek, visszaértek, de amire mi nem vagytok készen arra, hogy fogadjátok az embereket. Vállaljátok fel vele a felelősséget védekezésbe. Együtt, érthető? Nincsen négyes blokk. Nincs négyes blokk. Tessék menni belőle. Gyerünk! Sokkal keményebben! Gyerünk már! Gyerünk már! Bravo, Jolly! Bravo! Csajunk tovább! Hát azt hiszem, hogy hallottuk a két edzőt, a másiknak is a gyors minősítését, hogy bravo, csajok! Valóban villámrajtot vett az Eto, és meg sem várta, hogy Isten igazából védekezni tudjon ellene az érdi alakulat. Remek labdaszerzések, agresszívan játszanak a fehérmezesek, úgyhogy eddig minden sima a részükről, hát érdi oldalon kevésbé. Klibinyi, Trissuk, Kovács. Klibinyit állítják meg, méghozzá Amorim. Klivinyi, Trissuk, Koren, Klivinyi lövi el, és Hervéd. Nem sikerült már bent tartani, de ez annak volt köszönhető, hogy Sacl Nadin szabálytalankodott. Amorim, Kovacsics, volt már egy nagyon bátor betörése. Most kell felállt fal ellen igazából támadni az Etónak. A Guntainak is több segítséget kell majd adni a védőfalnak, mert különben hiányolhatjuk a kapus teljesítményet, de nem nagyon lesz. A szabadon lőhetnek majd, mint Bulatovics mondjuk nem régiben. Amorim, ez most jobb védekezésnek tűnik. Bulatovics, és már is ott van egy Guntai védés. Klivinyi, Sacl, ez jó játék, csak nagyon-nagyon kisodródott már Sacl. Jogos a sárga lap Orbánnak. A
szabaddobás helyett egyébként 7 méteres lesz, hiszen megpróbálta ott nullszögből is Sacyl Nadin a betörést, csak ezt Orbán nem nagyon akarta, úgyhogy hétkezes lökés. Mi a lassítás alapján Klilinyi. Klilinyi egyenlít a Kovács Annával folytatott külön párharcában, ami a Győr elleni meccsek góltermését illeti. Most 17-17-re állnak. A másik oldalon amúgy Heidi Lőke a legeredményesebb. Ő ugye ma már egyszer betalált, és így összességében 18 gólos az Érd ellen idén, illetve ebben a szezonban. Sőt, hova ragadt föl a labda? Hát ilyet nem nagyon láttam még. Ilyet még nem pipáltam. A pipát szerette volna, oda szerette volna fölpattintani Lőke, és a gyakorlatilag beragadta keresztnéc és a bal kapufa találkozásánál a labda. A Vax is erőteljesen kellett hozzá. Óriási jelenet. Természetesen szó sem lehet gólról. Kovács, Klivinyi. Amorim állítja meg. Briscsuk. Marad a 6-3. Kovács. Megint megtorpan. Klivinyi most bátrabb, de fel is dönti úgy, ahogy van az ellenfelét. Orbánt. Amorim. Kovacsics. Lőke. És a Guntoje. Az első igazi zicser védése a Guntojénak. Az nagyon kockázatos és nagyon rossz passz Friscsuktól. Orbán szedi le a labdát. Gyönyörű 3-1-es akció. Kovacsics viszi végig. A második gólja és az első duplázó a meccsen. Kovacsics Anikó. Alias Misike. 7-3. Nagyon bekezdett az Eto, ugye mondanom sem kell, a feszített programterv miatt eszük ágában sincsen harmadik meccsre gondolni az elődöntőben. Ha nehogy Isten arra szükség lenne, akkor azt majd április 23-án kéne lejátszani, de hát mondom, közben itt van Magyar Kupa Final Four, BL Final Four az elkövetkezendő két hétben, úgyhogy nem igazán szeretnének nyilvánvalóan ők harmadik meccset ebből. És úgy tűnik nem is nagyon lesz. Lőke iramodik meg. Kétszer indulást folynak nála. Már nem is kell befejeznie az akciót. Hozzáteszem egyébként, hogy megint Kovács veszítette el a labdát. Aki most szeretné, hogyha nem zavarná őt annyira ez a laszti, és megtörli. Wolf Alexandra segítségével az érdi kispadnál. Közben Klivinyi kap utasításokat Szabó Edinától. 10. perc. Briscsuk. Kovács. Vukcevic. Briscsuk. Kovács. Erorsi. Jól zár előtte egyelőre a győri fal. Bulatovic. Lőke egy pillanatra üresen, Amorim lendületből mellé lövi. És egyelőre nem ülnek annyira az Amorim lövések, mint szoktak. Briscsuk. Pedig hát tűzerő dolgában azért nem állnak rosszul a győriek ma sem. Klivinyi. Vukcevic. Kovács. Klivinyi. Klivinyinek készítelő remekül, nem volt ember, aki megtámadta volna most Klivinyit. Megvan az első érdi duplázó is. 7-4-nél. Kovacsics veszi kézbe most a kormánykereket, és ő az irányító. Amorim, Korsós, Bulatovics, Kovacsics, Szekeres állítja meg. Szekeres, aki ugye kikerült a válogatottból. Amorim, ott közben Kovács esik nagyot, és
Őt fogja felállítani a játékvezető. De az a Sanda gyanúm, hogy bármennyire ő fogja az arcát, ő fog majd lapot is kapni. Hát pedig itt igen, Amorim egy balossal megkínálta, hogy szerette volna lerázni magáról Kovácsot. Egyébként nem sohasem tartozott azon játékosok közé Kovács, aki szimulált volna. Igen, ő fogja a lapot kapni, pedig Amorim megkínálta őt egy balossal. És ez szemlátomás nem esett jól Kovácsnak. Ami azért azt gondolom értető. Sokat számított, hogy másfél fejjel kisebb Amorimnál. Novacsics, Mulatovics. Mulatovics megint nagyon tisztán megy föl. Senki nincs, aki kilép rá. Nagyon dühös Szabó Edina. Mulatovics második gólja. Szekeres, belemenés. Fennmaradt most támadásban. Szekeres, vissza kell rendeződnie az érdnek, de nem sietteti most a támadás befejezést az Eto. Amorim és Mulatovics szabad dobás. A 8 győri gól nagyon soknak számít 11 perc alatt, és nem nagyon cseréltek idáig az edzők, majd most fognak, legalábbis győri oldalon majd Hornyák Ági pillanatokon belül. Mulatovics, jó bejátszás Lőke, és ez is sima ügy. Lőke is akkor most már két gólos. Annyira egyébként nem vitték túlzásba egyik oldalon sem a gólokat. A három meccset figyelembe véve győri oldalon Lőke egyszer lőtt 8-at, ez az egyéni csúcs. Míg érdi oldalon 6 gólnál többet senki sem lőtt. Ez egyszer Klivinyinek, egyszer Kovácsnak sikerült. Jó bejátszás, szép gól, Aya Koren az első befutás után. Nem elsősorban a támadással van a baj, én azt gondolom érdi részről, mert látunk tőlük szép dolgokat. Már azért én hozzáteszem, hogy kicsit talán a meccshez puhul ez a győri védekezés, ahogy érzik, hogy ennyivel vezetnek, de ettől függetlenül azt gondolom, ezzel nagyjából rendben van ez az 5-5 gól még ilyen tájt. Inkább a védekezés az, ami aggodalomra adhatok ott érdi oldalon, íme. Íme egy újabb fejezet ennek. Lőke már 3 gólos, és most Kisfaludi kapott sárga lapot még bónuszként. El is fogyott a kredite az érdieknek, tehát innentől jönnek a kiállítások. Lőke rendben van, nincs szüksége ápolásra. 10-5, kétszer annyi győri gól, és kétszer olyan hangosabb győri szurkolótábor. Kovács, Koren. Klivinyi, Lukcsevics, Sacl, kiperdül megint Kovács kezéből, Klivinyi meg nem érhetett már hozzá. Nagyon dadog ez a labda valamiért az érdi kezekben. Triscsuk, Erorsi, Hornyák egyébként már bent van védekezésben. Mulatovics. Mulatovics végig megy, végig sétál gyakorlatilag. Ez az, amit nem igazán tud megérteni az ember. Ha már a Buxtehude elleni meccs felmerült, oda úgy jöttek fel az érdi lányok, mint a vért ittak volna. Felvállaltak minden kemény csatát a németekkel. Ez most a hazai találkozóra vonatkozik, a szavágóról azért jobban nem beszélünk. És ehhez képest ma megint azt lehet látni, hogy a győriek tulajdonképpen azt csinálnak támadásban, amit akarnak. Klivinyi, Kovács, szép, Vukcevics. A montenegróinak is van most már gólja, ő marad lent, Szere Vukcevics első találata. Gyomortájékon támasztották meg a lassítás alapján, de nem az fáj neki, hanem a térde. A jobb térdét fájlalja igazából Vukcevics. Az a krónikusabb
probléma, de ebben sincsen különösebb baj. Ő is rendben van. Lassan közelítünk az első félidő feléhez. És nagyon meggyőző egyelőre a győri csapat. A két csapat első érdi meccsén az alapszakaszban 16-9-el fordultak a felek. Tehát már akkor 7 gól volt közte. Bulatovics, Oguntoje. Ez most talán nem volt annyira előkészítve, és nem is volt olyan lendület a lövésnél. Trissuk. Kovács. Livinyi. Trissuk. Koren, Livinyi, az megint szép, Pukcevics. Hát igen, szóval ez az a védekezés, amire előbb-utóbb majd Ambros Mártin azt mondja, hogy köszönöm lányok, elég volt, kérek egy időt, és megpróbálom összerázni a csapatot, mert ez egy BL Final Four-ban már nem elég. De hát mondom, a különbség akkora, hogy kétségbeesésre nincs sok. Győri oldalon. Bulatovics. Kovacsics. Orbán. És egy szép Oguntoje védés, a második szitszer számításaim szerint, amit fogott Oguntoje. Trissuk. Feljöhet 4 gólra. De jó lesz az 3-nak is. Az érdi alakulat jön. Kisfaludi most támadásban beállóba Vukcevics helyén. Kisfaludi, ő is győri. Amúgy legalábbis ott nevelkedett. Nagy gól! Livinyi! Feljön 3-ra az érd! Livinyi 3. gólja. Lőke. 3-0-ás rohamban az érd. Most ezt meg kell becsülniük. Hornyák támadásban is bent. És ugye eddig nem láttuk Görvicet, ahogy arra számítani lehetett a Győrnél. Kovacsicsó, felugrik a szaggatottról, jó a védekezés. Szekeres és Trissuk. Hornyák. Bulatovics. Kovacsics le a szélre, Korsósnak ez zicser. Vonalra lépett, ráadásul Oguntoje leszette az ejtést. Trissuk, ez így még jó, Satsul éles szögből remekül zárja a szöget. Nem marad Satsul, nem állítják meg a játékot. Amorim. Most állítják meg. Első szándékból még hagyni akarták a győriek lerohanását, de aztán ebből nem lett semmi. Igen, itt van az, ahogy elég vastagon rálépett a vonalra Korsós. És amúgy sem volt jó az ejtése, itt pedig Satsul, ahogy kisodródott, még rosszul is esett. Nagyon egyébként nem volt csansza. Más kérdés, hogy talán ha élesebb szemmel kiszúrják a játékvezetők, hogy Lőke odaütött Satsulnak, akkor azért ott lehetett volna mindenképpen egy ítélet. Mivel még egyszer, ott ver oda elég rendesen. Egyedi Lőke, úgyhogy itt egy 7 méteres maradjuk annyiba, hogy elmaradt az érdnek. Hornyák. Kovacsics. Szabad dobás. Hornyák. Bulatovics. Eladja. Kisfaludi nem az a villám léptő, aki ebből leindulna, de így is hasznos volt a labdaszerzés. Livinyi. Most fog időt kérni Ambros Mártin szerintem. Így is van. Now, Missy, 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 play in the wing, Hag in the middle, and you in the box. You, no, you in defense. And Mickey change attack, okay? Listen, the ball now, don't go. We are not moving the ball.
So they get the situation in attack. Please move the ball very fast from one side to the other. Not only to the middle. Sometimes we push in the middle and maybe we play outside one by one. If go to the middle again and somebody come, then move again the ball and probably pivot to play make it will be a lot. Come on. In defense, please control the running of the pivot and there is no shoot from the wing. Come close. Come on, girls. Get out of Ez már nem az a bravó csajokos időkérés volt, ez már a gyerünk lányok szémű történet. Eddig a meccs legjobb pillanata, én azt gondolom. Ez meg Klivinyi egyik legjobb pillanata a négyből, mert hogy már négy gólos, és egyetlen gól hiányzik neki ahhoz, hogy elérje a százas bűvös határt ebben a szezonban Klivinyi Kinga. Amorim! Amúgy a támadásban azt kérte Ambros Mártin a gyors súlypont áthelyezésekkel, hogy a szélsőket hozzák olyan helyzetbe, hogy meg tudják verni egy az egyben az embereiket. Hát majd meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Most lőkét hozták amúgy helyzetbe. Hornyák. Ezzel együtt most, mint hogyha befékezett volna az Eto'o Amorim. Ez jó. Oguntoye! Nagy bravúr! Ambros Mártin egy 7 méterest azért szeretett volna látni. Lőke is így volt ezzel. Kovács. Trissuk. Livinyi. Kisfaludi. Trissuk. És most Kisfaludi ellen fújnak. Érzésem szerint ezzel most visszaadtak valamit az előzőből. Ez meg belülvédekezés, 7 méteres. Sőt, még ki is állítják Kovácsot. És aztán Lőkével úgy tűnik, hogy nem lesz örök barátság. Szegény Kovács nem járt túl jól. Egyszer szájba verte Amorim, másodszor meg azért Lőkétől is kapott, és mégis az elsőnél sárgát, most meg kiállítás a jutalma. Hát itt már azért Lőke is kitette a könyökét, ezeket is azért látni kell. Az első ember előny lesz majd a meccsen, és ami ennél is érdekesebb, az első 7 méteresre 19 percet kellett várni. Kovacsics lövi, Grinje van kapuban szakás szerint. Megfogja Grinjeva, és aztán Kovacsics megadja a kipattanót. Ez a véleménye a történetről Kovacsicsnak. A harmadik gólja. Ezzel a legeredményesebb Bulatovicsal és Lőkével holt versenyben. Trissuk, Bognár, és őt sem láttuk még idáig, Livinyi. Trissuk, ugye Trissuk irányított, Schatzl, Livinyi, fenn a bíró keze, Koren, gyönyörű gól! Állják Koren második gólja. Ember hátrányból eredményes az érd, és nagyon hamar föltették a kezüket a bírók, tehát ez már passzivitás alatt született, ez az érdi találat. 12-10-re zárkózik a hazai csapat. Kovacsics, jön a válasz, nem jön a válasz, Oguntoye. Livinyi, kimaradt tehát a győriek helyzete. Kovacsics nagyon sietette a támadás befejezést, pedig ők vannak emberelőnyben. Koren. Trissuk. Livinyi. Schatl. Módit szeretné egy az egyben megverni. Szabad dobás. Fél percet kell még kihúznia a Pest megyei csapatnak. Trissuk. Schatl. Livinyi. Trissuk, mehet tovább, Oguntoye. Klivinyi, fenn a bíró keze, és ez most teljesen jogos is.
Jó a blokk, az indulás is Lőkének, Ogontoja inkább beláll az útjából, és így gyakorlatilag üres kapusgól Heidi Lőke. 110 gól egyelőre a szezonnal, vagy a szezonban Heidi Lőke neve mellett. Ő vezeti a győriek góllövő listáját. Kiegészült az Érd, visszajött Kovács Anna, és egészen biztató 1-1-jel hozta le ezt az első kétperces ember hátrányt az Érd. Mulatovicsot is kiküldi kétkezes lökés miatt. Klivinyin taszajtott egyet. A három gólja után most Mulatovics kap egy 2 percet. Na meglátjuk, mire mennek a hazaiak ember előnyben. Az ember hátrány nem ment rosszul. Ó, belesípoltak. Pedig tisztára játszották Kisfaludit. És egyébként Livinyit itt tessék majd nézni. Azt gondolom, hogy ezért a támasztásért azt le kellett volna fújni. Inkább megvárták a végkifejletet. És a végkifejlet az volt, hogy Kisfaludi belépett. Kovacsics. Módi megállítja őt Csacl. Hornyák. Kovacsics. Hornyák, Kovacsics. Lőke van ugye beállóban, Csacl megfogja Hornyákot, szabad dobás. Hoppá, hoppá, Kovacsics nem figyelt. Amorim. Lőke két kézzel lőtte el jobbra Triscsukot, illetve jobbra Szekeres, balra Triscsukot. És Kovács most megint Amorimtól kapott egyet. De mondom, ennél látványosabb volt, majd tessék nézni, itt elvégzi a szabaddobást, amire nem figyel oda Kovács is, és ott tessék nézni, ott a bal kéz és a jobb kéz. És ugye Kovács is kapott egyet. Megy az idő rendesen, és ez most azért a győriek malmára hajtja a vizet, de elég szoros egyelőre a történet. Bognár. Klivinyi. Koren. Klivinyi. Csacl bevállalja. Be is lövi. Azt kell mondjam, hogy jó támadásban az Érd. Feljönnek két gólra, nagyon formás, nagyon pofás kis támadásokat csinálnak. Lőke. Kovacsics. Emberfogás Amorimon. Kovács Anna. Kovacsics. Leviszi a szélre, jobb kézzel kapufát lő. Próbálnak indulni az érdiek. Kisfaludi Szekerestől kapja. De az a biztos, hogy inkább megáll vele. Kiegészült a Győr. Most viszont belehúzott, belerántott egyet az Érd, és azt lehet mondani, hogy visszajöttek a meccsbe. Livinyi. Öt gól is volt már ugye közte. Sőt, 6 gól is a különbség. És lesz belőle egy! Állják Koren! De rég láttam már őt ilyen jól játszani, talán még soha tévés meccsen. A harmadik gólja. Hornyák. Sós a pályán. Most már ugye nyilvánosságra hozták, hogy megy vissza a Fradiba. Lőke kiejti a labdát, indulhat a hazai alakulat. Szekeres, üres ember a másik oldalon. Vukcevics! Egyenlít az Érd! Ez azért nem akármilyen talpraállás. Szera Vukcevics harmadik gólja. És egész szépen osztotta le itt a labdát. Szekeres pedig, ő nem egy irányító. Amorim. 13-13. Megmondom őszintén, ha erre fogadást ajánlott volna nekem valaki, tuti, hogy elveszítem. Holnyák. És támadó hiba.
vezethet az Érd, kérem szépen! Vezet az Érd! És még egy-kettő perc! Satsu a gólszerző, és Pólit állítják ki! Élj a mindenségét! Hát ezt kihitte volna. Mondom, már az elején érződött, hogy nem annyira masszív ez a győri védekezés, amelyből persze nyilván nagyon hiányzik Tervel, de ettől függetlenül ez most nem az a védekezés, amit Ambros Martin szeret, meg amit a győriek szoktak, de úgy voltak vele vezetők 5-6 góllal, csak meg lesz ez. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy így nem biztos, hogy meg lesz. És most azt lehet mondani, hogy először ebben a szezonban kaptak egy kisebb pofont az Érdtől, és egy óriási részsiker, amit most az érdiek csináltak, hogy nem ültek bele a dologba, nem könyvelték el azt magukban, hogy innen már úgysem jövünk vissza, hanem felküzdötték, visszahozták a csatát. Egy medvepuszit vagy elefántpuszit kapott Krivinyi, de remélhetőleg nincsen komolyabb baja, úgyhogy ő is tudja majd folytatni a meccset. 4 perc van még hátra az első félidőből, és 14-13-ra vezet az Érd. A két kapus, Ogontoja és Herr. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy jön-e majd Lunde, mert most Herrnek sem volt már nagyon régóta védett lövése. Kovács, Bognár, Koren, Kovács, Krivinyi, Koren szedi össze, Bognár, Kovács le a szélre, Satsu azt is bevállalja, és azt is belövi! Nagyon bátor ez a lány! A harmadik gólja! 15-13, hát arról meg nem is regélnék, hogy nem tudom, mikor kapott 15-öt egy fél idő alatt a Győr ebben a szezonban, de lehet, hogy soha. Hornyák, Kovacsics, Amorim lő egy gólt, és ez most bármilyen furcsa hangzik, létfontosságú volt az Eto számára, hogy megállítsák az érdi rohanást. Akik hát így számításaim nem csalnak, egy 10-3-as rohamot intéztek a Győr ellen. Sőt, 11-3-as roham! Kovács Anna a második gólja. Ezt már kitehetik az ablakba Érden. És nem a húsvéti nyuszi hozta ezt össze nekik. 16-14. Amorim. Biztos vagyok benne, hogy fél időben lesz fejmosás a győrieknél, és Ambros Martin kitér majd rá, hogy ezt így nem lehet. Ilyen védekezéssel ezt nem lehet. Sőt, megkockáztatom ezt a meccset, most már ilyen védekezéssel nem is biztos, hogy meg fogja tudni nyerni a Győr. Amorim, kapufa, nem ért hozzá Ogontoje, a narancsárga feketék jöhetnek újra. 2 perc még az első fél időből. Koren, Bognár, úgy kezdődött az egész, de meccs hangulat van, tessék hallgatni. Kovács, Schottl, aki vigyé eléri még, Kovács, az is szép, Kovács Anna, harmadik gólja, 4-3 gólosak, Krivinyi 4 gólos, tehát csapatként is most működik az érdi alakulat. 17 gól, amivel megterhelik a győriek kapuját egyetlen fél idő alatt. És a második idejét is kikéri Ambros Martin. És már is érkeznek a pályára az érdi gólok. Come on! A lot of time we have, okay? But we have to do everything better. In attack, we have to take the ball in movement. Because if we go with the ball where we want to go, they have the chance. Okay? Move on the situation, please.
play a little bit close to the defense. If you want to cross, if you want to fix whatever, but a little bit close, okay? And pay attention. Second, Pisa. And in defense, if they want to shoot, between one and two. Not for the wing, not for the middle, not the pivot. Come on. Azt az aktivitást és mozgást hiányolja Ambros Márten, ami megvolt a csapatban az elején, és most már arra is felhívta a figyelmet, hogy nem lehet otthagyni egyetlen érdi játékost sem, mert nagyon nagy a választék náluk, és látszik, hogy nagyon bátran bemerik fejezni a támadásokat, és ez gyakorlatilag a bal széltől a jobb szélig mindenkire igaz. Minden pozícióból lőtt gólt azért, nincs egészen egyszerűen most Lukas pozíciója támadásban az érdi csapatnak. Kovacsics, lőke, szabad dobás. Az utolsó percen belül ezt a félidőt biztos, hogy el fogja bukni a Győr. Az a kérdés, hogy mennyivel. Amorim, szabad dobás. Korsó szedi össze a labdát, de telnek múlnak a másodpercek. Kovacsics, Amorim. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Görbicet beveti-e majd a második félidőben. Ambros Márti lőke a rövid sarokba. 5 gólos. Tulajdonképpen lőke tartja most életben az Etót, mert egy jó ideje Bulatovics bombái is hiányoznak, nem beszélve Amorimról. Bognár. Nyilván most már azért az idővel is játszanak. Livinyi. Ó, az nagy volt. Nagyot kapott. Csak egy sima szabaddobás, abból is egy időn túli lesz, mert megismételtetik majd. De hát ez nem akármi, amit látunk ettől függetlenül. 17-15-re megnyeri az Érd a Győr elleni félidőt, csak a Fradi volt képes eddig hasonlóra a győri csapat ellen. De hát nekik ugye az a bravúr is sikerült, hogy a végeredmény is számukra volt kedvező. Livinyi. Bognár Bódit kilőtte. Az a kérdés, hogy hol találta el. Ugye ilyenkor már azért erre nem nagyon van szükség. Nézzük még egyszer. Igen, hát az elég kemény volt. Általában nem illik, vagy nem szokás ilyenkor már telibe lőni a falat. És 17-15, ugye a férfi 4-es kupában láttunk ilyet, amikor Nagy Szabolcs lelőtte a saját beállóját, Martin Mazákot a Tatabánya meccsen. Most női szinten valami hasonlót láttunk, csak itt az a kérdés, illetve az a különbség, hogy az ellenfél lőtte le Bognárt, akit ápolni kell, és bízzunk benne, hogy majd felépül a második félidőre. No, ez nem volt túl szép, tehát ahogy zárul az első félidő, de összességében a táblára pillantunk, azt látjuk, amit még a Fradi Győr kivételével soha. Hátrányban van, kérem szépen, a bajnok az elődöntő második mérkőzésén itt Érden úgy, hogy -6-ról állt fel az érdi csapat, és vezetnek 2-vel a szünetben. Innen folytatjuk hamarosan. Bajban van a győri Audi Eto, mert hogy 17-15-re vezetnek a bajnok elődöntő második mérkőzésén az érdi lányok, és hát bizony fogynak a győri csapat bevethető játékosai, hiszen itt az első félidő végén azt kell, hogy mondjam, hogy egy igazi kiütést láthatunk, hiszen Bódi Bernadett utána hosszú percekig feküdt még a padlón, és vérzik az óra, valószínűleg ő sem lép, vagy legalábbis egy jó darabig nem lép pályára, talán a második félidő végére igen. Azt látom, hogy Görbic Anita melegít, hiszen nagy szükség van rá. 2 góllal mennek az érdi lányok, ezzel kezdtem ugye itt a felvezetést, és hát ez lehetett volna akár több is, hiszen Herrosi nem nagyon találkozott a labdával. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy valami elképesztően jól összeállt az érdi támadó sor, és a védekezés is följavult. Mi történt a mai mérkőzésen? Hát a kezdeti nehézségek után életbe kelt azért, és jó ezt látni. Én nagyon örülök neki, hogy ismét látunk. Ismét, hát nagyon régóta vártunk egy jó mérkőzésre. Igen, és nagyon szépen használja ki azért az, hogy támadásban, vagyis a győri védelem eléggé bizonytalan.
és nem nagyon találják a helyüket, nagyon jól megtalálják bejátszásokkal a beállókat, szélen bátran jól játszanak. Nagyon jó ezt látni, hogy azért szerintem régóta készült egy ilyen jó játékkal már, és végre látjuk azt, hogy jól is játszik, és a Győr pedig elég nehéz helyzetben van. Na de ez minek köszönhető? Ez kizárólag azért van, mert nem játszik Tervel, nem játszik Görbic, vagy pedig olyan könnyen indult az első félidő, és el is hitték a győriek, hogy ezzel a könnyű játékkal is menni fog. Igen, ez mindig nehéz, mikor egy csapat elhúz ilyen könnyedén, és tényleg 5 perc alatt 5-2 volt. Nem nagyon volt ellenállás, nem értek ki a lövő játékosokra, a Bulatovics és a Amorim, bár pontatlanul lőtt még, de könnyen lőttek gólokat tényleg, és aztán el is hitték, és aztán felkeményedett az érnek a védekezése, jöttek a kapus bravúrok, és ezáltal nehéz helyzetbe kerültek, és ugye azt látjuk is, hogy a 25. percben egyenlített, azért aztán megfordította a mérkőzést. Jamrus Martin és Danyi Gábor nem arról híres, hogy nagyon üvöltöznének a lányokkal, tehát Szabó Edinával ellentétben ők higgadtabban kezelik a nehéz szituációkat. Már most pedig egy ilyen szituációt kell feldolgozni, hiszen ritka az a mérkőzés, főleg Magyarországon, amikor vesztes helyzetből kell fordítani a félidő után. Tehát azt már megszokták a győriek, hogy az elején esetlegesen elhúz az ellenfél, de általában 30 perc elég ahhoz, hogy kiegyenlítődjön a játék. Most egy egészen más meccsen vagyunk. Így van, egy egészen más meccs, próbálja azért pihentetni a kulcsjátékosokat, szóval azért bele cserélget. Igen, nagy kérdés, hogy mennyire lehet. Szerintem úgy volt vele, hogy ez az első félidőben belecserél, hogy ne fáradjanak el nagyon, mert hogy érzi ő is, hogy a második félidőre szükség lesz rájuk. És nagyon izgalmas lesz ez a második félidő. A kapitány is kíváncsian várja, hogy milyen. Igen, ő is itt van. Azt hiszem, ő is örül végre, hogy jó teljesítményeket lát Érdi oldalon is. Szerintem ezért jött, azért itt behívott elég sok játékost, újoncot a válogatottba, és azért nézi meg ő is. Ott nem jutottak olyan jó teljesítmény, szerintem várja jó teljesítményt, hát és azokat abban, lát most. Bízunk abban, hogy Bódi Bernadettnek nem tört el a nózia, és talán még pályára is lépett. Hamarosan kezdődik a második játékrész, a kommentátor Lédre Lákos. Köszönöm szépen. 17-15 a szünetben az állás. Én pedig a kis szünet alatt megkaptam a magamét a fehérvári kézis lányoktól, hogy el ne felejtsem, hogy ők is vezettek a Győr ellen egy fél időn keresztül még hozzá a tavaszi szezonban valóban. Ők 15-11-re tudtak vezetni a Győr ellen, itt pedig 17-15 az állás. A legnagyobb különbséggel egyébként a Fradi vezetett a Győr ellen a szünetben, méghozzá ugye a nyitó fordulóban 12-7-re. Úgyhogy volt azért már a győriek praxisában olyan, amikor hátrányból kellett taprálniuk és visszajönniük, ez a helyzet is most ilyen. De azért azt gyorsan előre bocsájtom a 17-15-öt látva, hogy az egész bajnokságban nem volt olyan csapat, amelyik 26 gólnál többet lőtt volna nekik összesen. A Fehérvár volt egyébként ez, és a Debrecen, bármilyen furcsa, mind a két meccsen 33-26 lett a vége, de hát 26 gól eddig, ami a legtöbb, amit kaptak a győriek, és ez most ilyeténképpen veszélybe kerülhet. Főleg akkor, ha az Érdiek ott folytatják, ahol abba hagyták. Hogy ne ott folytassák, ahogy egy nagy lépést most érzésem szerint megtettek a győriek, mert beélesítették Lundét a kapuba, és egyébként ugyanez volt a recept azon az ominózus fehérvári meccsen is, hogy aztán jött Lunde a második fél időben és lehúzta a rolót. Hát meglátjuk, hogy most ne tudja elhúzni vajon Katrine Lunde. Kovacsics, Bulatovics, és megkaptuk a rossz hírt, hogy Bognár Bódi Bernadett nem fog már visszaállni egész biztosan a mai meccsen, mert agyrázkódásra gyanakszanak az orvosok, és nem fogják megkockáztatni, hogy visszaálljon. Ha már a férfi Magyar Kupa 4-es döntővel hoztam egy párhuzamot az elődöntővel, amikor saját játékos lőtte ki Mazákot, ő ugye vissza tudott végül térni, de hát őt tényleg úgy ütötték ki, hogy gyakorlatilag nevét sem tudta hosszú percekig. És egészen furcsa is volt, hogy ennek ellenére visszajött. Győri 7 méteressel indul a második félidő, Kovacsics, aki egy 7 méterest kihagyott már ugyan, de a kipattanót belőtte. Most nincs kipattanó, hanem belövi egyből Kovacsics Anikó. Minden esetre Görbic továbbra sincs.
és a védekezést is ugye tervel nélkül kell megoldani, de mondom, az a támasz most ott van náluk, hogy Lunde a kapuban. Egy gólra felzárkózik, tehát az Eto. Trissuk. Kulivinyiv. Kovács. Kovács kapja meg. Kovácsics mellett szabad dobás. Egy két beálló játékot próbált eladni most az Érd. Kulivinyiv. Trissuk. Koren. Kulivinyi nagyon messze a faltól. Kovács már közelebb. Kovács megint közelít azért lassacskán az átlagához. A negyedik gólja. Klivinyi és ők fejfej mellett. Kereken 20-20 lőtt gólnál a Győr ellen ebben a szezonban. Kovács és Klivinyi négy meccsen tehát. Mulatovics, Orbán, Kovacsics, Amorim, benn van ez is! Beleért egyébként Lunde, azért mondom, hogy ez is, mert az előző lövésnél, Kovács lövésénél Lunde ért bele, ezt pedig Ogontoénél volt meg a szansz, hogy kiszedje. Itt van még egyszer, köszönöm szépen. Shuttle, Kovács, Livinyi rá a falra. Őre nagyon figyelnek, Kovács eladja. Ki fogják állítani Klivinyit. Kovacsics maradt lent, én első ezt nem éreztem annyira durvának. Livinyit kiállított tehát. Ő most ugye nem lesz közönség kedvenc Győrben. Főleg, hogy tulajdonképpen kiütötte Bódit az első fél idő végén. Az érdiek reklamálnak. Azt gondolom, hogy Kovács is nagyon jókor esett el, és nagyon jókor érezte úgy, hogyha ezt most meghúzza, akkor Klivinyit ki fogják küldeni. És Klivinyit ugye ki is küldték két percre. Ezt én még továbbra is azt mondom, nem érzem. Nem érzem akkor állak. Kovacsics, Amorim, Bulatovics, jó a blokk, méghozzá Trissuk és Vukcevics álltak össze blokkolni ember hátrányban. Kovacsics, Bulatovics, eladja a labdát Kovacsics, és senki nem bántotta most, Kovács, Koren. Nyilván nem fognak sietni az érdiek, de nem is kell nekik, jön Bogdán irányítóba. Vajon a gól erősségét, a gól képességét megtartja az érdi csapat a második félidőben, mert az első félidőben tényleg mindenki nagyon bátran vállalkozott. Trissuk, Koren, Kovács, valamit lassan tenni kell, mert ez passzív lesz így. Még nincs fenn a bírók keze, de most már igen. És eladják a labdát, ez így a lehető legrosszabb, Korsós. Őt még lefajtolják pont ott és pont akkor, amikor nem lesz belőle nagyobb baj. És őt is ápolni kell, Korsóst is. Ugye itt Bognártól veszi el a labdát, és aztán Kovács állja az útját. Azt gondolom egyébként, hogy szokni kell a pofonokat a győrieknek, és szerintem szokják is ezt, mert a BL4-es döntőben sem vár majd más rájuk. 18-17-nél. Megafonnal próbálják terrorizálni az érdi lányokat a győri szurkolók. Nem a legbarátságosabb formában. Íme a két kapus, Lunde és Ogontoye. Szabad dobás. Egyelőre 41 másodperc van még az érdiek ember hátrányából. És a győriek nyugodtan támadhatnak. Van idejük.
Amorim, Kovacsics, Bulatovics. Amorim ott be fog sétálni, be is sétál. A harmadik gólja Eduard Amorimnak, de az első félidőhöz képest tőle is több kell. És még mindig van az ember hátrányból, kiegyenlített a Győr, 18-18. Na, időközben azt az információt kapom, hogy Amorim már 4 gólos. Kovács, Lunde! És most egészül ki amúgy az Érd, de azért ebből így jobban jött ki az Eto. És visszavehetik a vezetést. Kovacsics, Amorim kiejti. Oguntoje. Bognár. Friscsuk. Kovács. Oldalról jöhetnek a hazaiak. Megérkezik Klivinyi is a támadáshoz. Friscsuk. Sacl. Eladott labda. Amorim. Ezek most könnyű helyzetek így az Etónak. Löke. Klivinyi nem akarta már bántani Lökét. Szíve szerint még odasózott volna egyet, de ezt most nem kockáztatta meg egy 2 percért cserébe. Lökének a 6. találata. És azért ne felejtsük el, hogy egy 4-1-es rohammal vette vissza a vezetést az Eto itt a második félidő elején. Mi több? Megint egy rossz labda Érdi részről. Korsós, Kovacsics, Lőke, onnan is belövi. És egy pillanatok alatt kezdi visszaállítani a világrendjét a Győr. Egyedi Lőke pedig immáron 6 gólos. Vagyis 23 gólnál tart az Érd elleni csatákat figyelembe véve, és 112 gólnál ebben a szezonban Heidi Lőke. Livinyi. Livinyi. 7 méterest fújnak belül védekezés miatt, úgyhogy jöhetnek az érdiek. A 6 gólt mondtam volna, akkor elnézést, a 7 gólos Heidi Lőke. Sacl. Lunde! Nem segített a lövőcsel sem ezúttal Sacl Nadinon. És a győriek úgy kezdik a második félidőt, ahogy azt nyilván eltervezték az öltözőben. Kovacsics. Bulatovics. Bulatovics. Bulatovics megy be, és ez is 7 méteres. Kovacsics fogja lőni, és kapus csere Jöngridnyeva. A 3 érdi kapus közül egyelőre Janurik az, aki nem védett még. Grinyeva egy hetest kifogott, egy pedig bement. Ejtés nem jó, nagyon rossz. Nagyon rossz volt Kovacsicstól. Meg akarta ejteni Grinyevát, de nem jött össze neki, úgyhogy egyelőre az ő párharcukat Grinyeva nyeri. Még úgy is, hogy az első megfogott hetes után a kipattanó gólra váltotta Kovacsics. Livinyi. Belül látnak szabálytalanságot, ebből tudnak indulni a győriek. Löke, és indulnak is. Amorim adja a gólpaszt, szabálytalan zárást láttak. Löke pedig 8 gólnál jár most már. A második félidőt pedig, ha nézzük, akkor 6-1 a Győr javára. Lunde! Vukcevic ezt is kihagyja. Próbálja minden maradék önbizalmát elvenni az érdieknek. Lunde, Amorim. Szabad labda. És így az érdiek jöhetnek. Friscsuk.
Érdekes, hogy egyelőre nem kért időt Szabó Edina a második fél időben. Kovács, ezt is fogja Lunde, megpattant a védőn, és megint az indítás, Sasszul beleér, Lőke bevetődik, megszerzi Klivinyi elől, és Bulatovics mutatja, hogy nyugalom. Egyszer volt már olyan, hogy azért vezetett félidőben a Győr ellen, mindjárt vissza fogom keresni, hogy mikor, de aztán nagyon, nagyon csúnya vége lett a dolognak. Érzésem szerint egyébként az a 30-47-es találkozó volt az 2012. februárjában, amikor egészen elképesztően sok gólos első félidő után vezetett az Érd a Győr ellen, és a második félidőt pedig iszonyatos módon megnyerte az Eto, és 47 gólt lőtt összességében. Azért ennyit biztosan nem fog ma, sőt, megközelítőleg sem. Fenn a bíró keze, Bulatovics, Amorim, és az érdeké a labda. Hozzáteszem egyébként, egy blokk után jött vissza Triscsuk. Klivinyi, Kovács, Klivinyi, Kupcsevics. Kupcsevicset fogják ketten a falban, Klivinyi lövését blokkolják. Azért egészen más ez a győri védekezés most a második fél időben, mint volt az elsőben. Gyakorlatilag végig Triscsuk, Klivinyi. Vukcevicsnek a bejátszás nem a legjobb, én nem mondom egyébként, hogy nem rántották meg Vukcevicset. Korsós indul és Oguntoyéről bepattan is. Most már időt kell kérni a Szabó Edinának. Akkor játsz tovább, totál ott van már az egész védelem. Játszatok tovább belőle. Indítsátok el a jók a legyezők, de játszatok belőle tovább. És abból lehet aztán megint kicsúszni a vállónak, ott lehet középen megtalálni a helyeket. Egyébként már az elsőre gyorsítsátok fel és menjetek közelebb. Az előkészít, az előkészítés a legyezőnek, ha sokkal határozottabb legyen. Érthető? És utána a négyeseket játszál. Indul, meg! Gyere, gyere, ide, oda! 2-3! Please, check a little bit what is in front and good answer from the back. Don't receive the ball. Stop it. The movement and then you will have the chance also. Come on! Hét egy a második félidő a Győrnek. Érdemes lesz majd külön számolni, én azt hiszem. Mert most nagyon megindult alattuk a szekér. Amorim és Nőke, ők ketten, akik fő letéteményeseino, meg Lunde a védéseivel, mert hát azért 11 perc alatt kaptak egyetlen gólt. Triscsuk, totálisan más így ez a mérkőzés. Kovács, ezt most nagyon szépen lövi be, 5 gólos Kovács Anna. Gyors középkezdés után Vukcevic szorongatja meg Kovacsicsot, és Lőkén is igyekeztek fogást találni a narancsárga feketék. Az egy nagfogás volt így, amit Kovacsics kapott Vukcevictől. Korsós, Kovacsics. Bulatovics, Sattl, Orbán, Bulatovics, Kovacsics, Bulatovics, megint lanszére Orbánnak, fenn a bíró keze, Amorimot hátulról korrekt ki fogják állítani, nem is lehetett más. A harmadik érdi kiállítás. Igen, hát ez nagyon látványos volt. Rómálta a levegőben lévő Amorimot megakadályozni egy
messzfogással hátulról állja Koren. Az veszélyes, önveszélyes. Kovacsics rengeteget hibázik. Kovács! Kovács Anna 6 gólos immáron. Ennél többet ugye nem lőtt még. Ennyit viszont már igen, egy meccsen a Győrnek. Kovacsics, Amorim. Szabad dobás. Alapvetően nézve még azért szoros a meccs. Kovacsics, Bulatovics, Amorim. Jó ütemben lépett ki Kovács Anna. Így lehet egy átlövőt megállítani, vagy megakadályozni. Máshogy nem nagyon. Bulatovics, Orbán bevállalja, Aguntolje betakarja. Emberelőnyös helyzetben hibázik most az Eto. Próbálták lejátszani szélre a figurát, és amennyire próbálta, még lopta is a távolságot Orbán Adrien. Ne Aguntolje remekül hárított. Kisfaludi. Sacl. Klivinyi. Triscsuk befutása. Kovacsicsot is ki fogják állítani. Egyértelmű volt ez is. És az első kiállítása Kovacsicsnak. Az elsőt még amúgy Bulatovics kapta. És volt Bódinak is egy. 22-20. Kisfaludi, Shuffle, 3-3, így most a kiállítási arány. Livinyi nem érhet hozzá, Kovács viszont igen. Kovács bemegy két ember közé, szabad dobás. Hornyák és Amorim védekeznek, most belül Bulatovics pihen. Azért hamarosan kiegészül, és akkor emberelőnyben lesznek majd a hazaiak. Kisfaludi, Livinyi megpróbálja egy az egyben Hornyákot megverni, és aztán nagyon rosszul esik Livinyi. Levegőben lökték, megteszem hozzá gyorsan. Hornyák, nálam ez is megért volna egy-kettő percet. 22-20-as Győri vezetésnél. Másfél percig emberelőnyben azért, hogyha a nagy órára pillantunk. Livinyi rendben. Vukcevic. Triscsuk. Koren, Kovács. Livinyi, le a szélre Korennek, belövi Koren! Gyakorlatilag ma mindent belő is. A negyedik gólja a szlovénnek. És az utóbbi percekben most az érdek próbálnak azért bizonyítani az ügyben, hogy Lundénak is lehet gólt lőni. Bulatovics, Amorimra Kovács megy ki emberfogással. Az gyönyörű. Lőke! Bulatovics adja a paszt. Azt is tudni lehet már, hogy Bulatovics biztosan távozik. Lőke viszont egész biztosan marad. Lőke lesz úgy tűnik a meccs MVP-je, hogyha a gólokat nézzük. 9 egyelőre a neve mellett. Vukcevic elejti, szabad dobás. Még a Klivinyi elé került a labda a másik oldalon. Az előző ráadásul emberhátrányos gól volt az Etónál. Kovács. Kovács megy föl. Nagyon nagy kedvel játszik, és a kezdeti hibák után Kovács Anna felnő a feladathoz, úgy tűnik 7 gólos. Ennyit egy meccsen még senki nem lőtt idén Érdi részről a Győrnek. Hozzáteszem egyébként, hogy most már Lőke is megdöntötte a saját rekordját, a 8-at. Hiszen 9-nél tart. Egy gólos győri előny Bulatovics. Amorim. Ott ledőlt egy fal. Érdés az, hogy kit szednek ki a bírók. Egyelőre senkit, de Szekerest és Lőkét is figyelmeztetik.
Igen, ott egymást húzták, mondták már a végén. A lőkés sem megy azért szomszédba keménységért. Szélső befutás korcsós. Nagyjából egy fél láb fennyi hiányzott, hogy ne legyen belül védekezés, de az lett. Meg azért annál egy picikét több is. De végül is ketten próbálták útját állni a győri játékosnak, Korsosnak, aki azért már tétován ugyan, de befordult. Kovacsicsot megint odaállítják hetest lőni. Nézzük ezt, belövi. Úgy látszik, amikor az alsó célozza, akkor sikerrel megy ez a hetes lövés Kovacsics Anikónak. De így is, 4-ből 2 csupán a mérlege. 24-22 a Győri a vára. És még azért messze vagyunk a végjátéktól, de ez viszonylag szoros. Kovács, Trisciuk, belefújtak, lépéshibát fújtak. Így a gól is érvénytelen, amit Trisciuk lőtt. Nem nála volt egyébként a lépéshiba. Bulatovics, jó bejátszás, lőkével nem lehet mit kezdeni. Krivinyi megint nem merte, vagy nem akarta már bántani. 10 gólos Heidi lőke. A közelmúltból Görvic volt az, aki 10 gól fölött termelt egy érd elleni meccsen. Most lőke lesz az úgy fest. A norvég világklassz is tudja, hogy neki kell a hátán vinni a csapatot, és viszi is. Livinyi, ez nem jó. 3 gólos győri előny, és most már azért nem nagyon engedheti, ilyen érzésem szerint az érd. 3-4 gólnál többre a győrt, mert onnan nem fog tudni visszajönni. Az első félidőben még sikerült, de most már nagyon oda kell figyelniük. Nem hiszem, hogy még egyszer a győr megadja azt a sanszot, amit az első félidőben megtett. Mulatovicsot láttuk a képen, családi okokra hivatkozva nem hosszabbította meg a szerződését amúgy a csapatával. Kovács, gyönyörű! Ami az egyik oldalon lőke, az a másik oldalon Kovács Anna. Nagyon bátran bevitte, és be is lőtte. És Bulatovicsot még ki is állították, úgyhogy ez így duplán Kovács számára jó. Főleg úgy, hogy Bulatovicsnak a második kiállítása. Amorim, és labdát szerez Kovács, üres a kapu, nem néz föl Kovács. 7 méteres lőke ellen. Azt egyébként nem tudom, hogy ilyenkor ő mit próbál reklamálni, mikor eladja a labdát, és tőle indul most ezúttal Kovács. Itt egyébként volt egy pillanat, amikor felnéz Kovács, akkor simán kapura lőette volna, mert lőke akkor tért vissza a kispad elől, és üres volt gyakorlatilag a kapu győri oldalon. Klivinyi lövi a 7 méterest. A Sacu hagyott ki egyet. Érdi részről. Klivinyi, ő is kihagyja! Lunde! Sokkal jobban járt volna. Mondom, Kovács azt ott rálövi, ha felnéz. Ezzel együtt a hetest nem szabad ilyen rosszul lőni. Klivinyi beragadt 4 gólon. Amorim. És talán mindegyiket az első félidőben szerezte. Ő tehát most így a második félidőben nem hozza azt, amit az elsőben. Már pedig a végelszámolásnál ez sokat számít. Amorim. Orbán. Szép gól. Korsós a gólszerző. Korsós 3. gólja. Trisciuk, és mindezt úgy, hogy Bulatovics kiállítása miatt emberhátrányból talált be most a győr. Shuttle, Kovács, Lunde, és nem sürgős természetesen. Hát azért minőségi különbség állt be kapusfronton is a győrnél azzal, hogy Lunde beállt.
Tőle azért mindenki tart. Löke. Orbán. Borsós. Löke. Orbán. Amorim mutatta magát üresen egy pillanatra. Belül próbálkozik. Löke, Bulatovics pedig már a pályán. Belemenést fújnak Bulatovicsnál. Ezzel tehát kiegészült az Eto'o. Klivinyi, visszafújják a belemenést, ezúttal Klivinyi és Orbán. Csattanása után jöhet a Győr. Klivinyinek nem megy a második fél időben. Mornyák. Orbán. Bulatovics. Bulatovics megy el Szekeres mellett. Hogy rázta le magáról Szekerest Bulatovics? Nagyon keményen végigvitte a negyedik gólja Katarina Bulatovicsnak. Négy gól a Győr előnye, ugye erre mondtam azt, hogy ha az Érd még szeretne harmadik meccset, nem engedheti el jobban a Győrt. Klivinyi. Koren. Kovács. Két ember között, szabad dobás. És az előző ember hátrányából nagyon jól jött ki az Eto'o. Az is tehát azért sokat mondó, úgy gondolom. És azért a második félidőt 12-6-ra nyerik idáig a győriek. Itt van egy Klivinyi bomba. 12-7, így most már a második félidő az Eto'nak. Klivinyi 5 gólos. Amorim. Bulatovics, Hornyák. Amorim. Amorimnak húzzák a mezét, és így sem lehet őt megállítani. Szekeres nem tud mit kezdeni, most sem Bulatovicsal, sem Amorimmal. Amorim 5 gólos, és azért ő is helyjel közel hozza magát a meccsen. 12-t lőtt a meccset megelőzően. Az érdieknek ebben a szezonban most már ő is feltornázza magát 17 gólra. Vukcevicet állítja meg Amorim, tehát védekezésben is nagyon fontos szerep hárul rá. Koren, Klivinyi, Trisciuk. Hogy felhúzta Trisciuk? Nagyon ritkán szól hozzá ez a meccshez, de akkor nagyot. Krisztina Trisciuk. A második gólja. Hornyák. Bulatovics. Amorimra kijön emberfogással Kovács. Bulatovics, Orbán, Bulatovics, Szekeres most jól állítja meg, Kovács visszamegy a falba, Amorim, most már azonban megint csimpaszkodik rajta Kovács, hoppá, hoppá, Hornyák, Korsos még megmenti, Löke, egészen elképesztő, hát onnan ezt hogy tudta megcsinálni, Sukcsevicset még kiállítják. Hát gyakorlatilag rajta állt Vukcevics, és innen megcsinálta Löke. Anika nem, ha a női birkózást választja Löke, akkor Norvégiának lenne világbajnok a női birkózásban is. Vukcevics első kiállítása a meccsen. Bognár irányít. 29-25. 5,5 perc a végéig. Nem kell hozzá nagy jó tehetség, hogy azt mondja minden már a győriek, csak saját maguknak köszönhetően bukhatják el maximum ezt a meccset. Klivinyi. Trisciuk.
Mognár próbálja kiszabadítani a karját, jó a blokk Trisciuk lövésénél. Hát igen, szóval ez már az a védekezés, amire lehet alapozni, amit bemutat a második félidőben a győri alakulat. És ugye említettem a 26 gólt, amit még nem lőtt meg az Érd. 26 gólnál többet nem kaptak a bajnokságban idáig egy meccsen. És a második félidőben úgy tűnik, hogy jócskán 10 gól alatt fogják tudni tartani az érdieket, ha ez így megy tovább. Mulatovic. Hornyák, Mulatovic. Mulatovic. Amorim, Mulatovic le a szélre, Orbán. Mulatovicnak jó a bejátszása, lőke. Nem sok zicsert hagyott ki a meccsen. A második félidőben talán az elsőt. És az első félidőben sem volt sok hibája. Oguntoyét kell megdicsérni, aki úgy festő égig védi az összecsapást. Azért pedig pillanatokon belül kiegészül. Krivinyi. Kovács. Kovács kanyarodik föl, de szépen húzta vissza Kovács Anna. Egyértelmű, hogy 9 góljával messze. A társak fölén 5, és majd alig, hanem őt hallgatjuk meg értékelést képpen a mérkőzés után. Kovacsics. Hornyák. Szépen ment be Hornyák Ágnes. 3 perc a végéig, 4 gól a győri a vára, 30-26. Hát most ért el a 26 gólt az Érd. Maximum ezen a meccsen az lehet a célkitűzésük, hogyha még egy gól dobnak, ezt persze nyilván ők nem tudják így fejből, akkor ők lehetnek az a csapat, amely a legtöbb gólt lövi a Győrnek. Egyelőre a magyar bajnokságban a 2013-14-es szezonban nincsen újabb érdi gól. És még mindig nincs meg a 10 gól a második félidőben az érdiek neve mellett. 15-9 egyelőre ez a félidő a győri javára. Amorim, Mulatovicra Bognár jön ki emberfogással. Lőkét pedig Kisfaludi húzza két kézzel. Szabad dobás. Kovacsics. Hornyák. Hornyák ráejtette rá, paskolt a Satszulnadi lábára alasztét. Két embert is megpróbálnak kiszedni, de Lőkét nem lehet kiszedni. Egészen hihetetlen, amit művel. Egy tucat gól Heidi Lőke neve mellett. Mind Bulatovicson, mind Amorimon volt ember, de Lőkét már nem lehetett megállítani. Livinyi. Életerős bomba volt. Felső lécről visszajön és Trisciuk szedi le. Bognár irányít. Trisciuk lő közbe. Lunde véd. Oldalt ment ki. Marad az Érdnél. Lassan jön az utolsó perc. Bognár. Satsu Lunde fogja ezt is. Hornyák. Azt nem mondom, hogy könnyen, mert ez nem könnyű egy győzelem, amit végül a Győr arat. De a második félidőt figyelembe véve mindenképpen azért meggyőző. Hornyák, Kovacsics. Orbán. Megint eladták. Lőke, hihetetlen, amit csinál. 13 gólos. 32-26, és így a vége egész simának tűnik majd. Satzl, Livinyi mellé lövi. Úgy tűnik nem lesz új csúcs kapott gólok terén a Győrnél. Lesz viszont egy 14. Heidi Lőke gól. És a vége így most már nagyon csúnya.
érdi részről. Az első félidősz képest pláne 33-26. Harmadszor ér el 33-26-os győzelmet ebben a bajnokságban a Győr. A Fehérvár és a Debrecen után az Érdet is így győzik le. Egy egészen szenzációs második félidőnek köszönhetően, ahol ugye összességében mindössze 9 gólt kapott a győri alakulat az Érdtől, ugyanakkor meg 18-al sikerült ezt megfejelni, tehát 18-9-re nyerték meg a második félidőt, úgyhogy végül sem Rafa Tervel, sem pedig Görbic nem játszott a találkozón. Ez tehát a vége, és ez azt jelenti, hogy a párharcot 2-0-ás összesítéssel megnyerte a Győri Audi Eto KC, tehát a címvédő a Ferencváros után bejutott a döntőbe, és most már azt is tudjuk, hogy a fináléban akkor csak úgy, mint az elmúlt két évben mindig, most is majd a Győr élvezi természetesen a hazai pálya előnyét a Ferencvárossal szemben, és a bronzmérkőzésen majd a Dunaújváros játszik többet otthon az Érd ellenében, tehát az érdieknek, ha azt a bravúrt meg akarják ismételni, mint tavaly, hogy bronzérmesek lettek, akkor idegenben kell majd nyerniük többet. Én köszönöm szépen innen a figyelmüket, de megpróbálok majd interjúkat készíteni a pályaszélén, és most kapcsolunk a stúdióba. Kialakult tehát a bajnoki döntő, ahogy egyébként ezt mindenki várta és remélte, Fradi-Győr álomdöntő és Érd-Dunaújváros pedig. Ebben a mérkőzésben benne volt a meglepetés lehetősége. Olyan szépen játszottak az első félidőben, vagy becsaptak minket a győriek? Nem, nagyon szépen játszott az első félidőben azért. Nagyon jól használták ki, hogy bejátszották a teret a szélsőknek, nagyon sok lehetősége volt, ami a második félidőben elmaradt teljes mértékben. Nagyon beszorult a belső játékra az Érdnek a játéka, ezáltal a magas emberek fölött akartak átlőni, és ez nem annyira volt jó, nem annyira volt szerencsés. Jobb lett volna talán, hogyha marad az a tendencia, hogy kijátszák a szélsőknek. Azért az első fél időben láttunk 7 gólt szélről, a második fél időben meg egyet se felállt fal ellen. Mind a két szurkolótábor természetesen gratulál a csapatának, és ez nagyon szép jelenet, mert az érdiek tényleg mindent megtettek, de volt a túloldalon egy Heidi Löke. Ugye nem volt szükség most a győrieknek se arra, hogy Módi Bernadett visszatérjen, szerencsére egy könnyebb agyrázkodással megúszta a törés nélkül, és nem volt szükség arra, hogy Görbicen itt a pályára lépjen. Valami elképesztő foci, szóval mit összefocizott ezen a találkozón Heidi Löke, szinte egyedül két vára fektette az érdieket a második félidőben. Így van, nem tudták tartani, hát nagyon szépen játszott, azért az is kellett, hogy a Lunde beállt a kapuba. Szerintem ez egy kicsi zavart okozott azért a fejekbe, mert hogy az Orsi nem nagyon védett jól az első félidőben, ha Lunde beáll a kapuba, ott azért megremegnek a kezek, és azért nem mernek olyan könnyen, hogy nem mennek olyan könnyen a lövések. Sajnos ez benne van a fejekbe, pedig nem kellett volna, mert hogy jól játszottak az első félidőben. Ez is kellett, szerintem feljavult a Győrnek a védekezése is, és hát igen, a lőkét nem bírták tartani. Nehéz is tartani. Nagyon sok bejátszást kapott, és nagyon magas színvonalon játszott. Ákos közben leért Kovacsics Anikóhoz, úgyhogy kapcsoljuk őket. Na, közben adásban is vagyunk, miközben Kovacsics Anikót akartam fogadni, és hát fogom is majd természetesen a meccs után. Azt mondom neked, hogy elég sok hiba százalékkal játszottál, ugyanez a csapatra is igaz volt, de hát gondolom a lényeg az, hogy nyertetek. Így van, tényleg nagyon sok hibával játszottunk, de például, hogy a meccset is kezdtük, voltak olyan jó periódusaink, és ez elég volt ahhoz, hogy megnyerjük a meccset, és hát leginkább védekezés kellett összeálljon ahhoz, hogy meglegyen a különbség. Harmadik olyan meccsetek volt a szezonban, amikor picikét játszottatok a tűzzel, mondjuk egyszerűen meg is égtetek ebből a szempontból még a Népligetbe, aztán a Fehérvár ellen is most is azt lehet mondani, hogy a második félidőt már simán leosztátok. Ilyenkor Ambros Martin mit mond a szünetbe, hogy egészen más a védekezés a második félidőben, mint az elsőben volt? Igazából most is csak azt mondani, hogy kezdtük, abból visszaengedtünk egy kicsit védekezésben, és nem tudtuk lőni a gyors gólokat, és folyamat kaptuk a gólokat. Amint ezen tudtunk változtatni, és tényleg úgy koncentráltunk, ahogy megbeszéltük, azonnal újból előnybe kerültünk.
Még egy gyors kérdés, hiszen a csúcsformát gondolom még nem értétek el, de hamarosan el kell, hogy érjétek. Hogy érzed, hány százalékos formában vagytok? Én úgy érzem, nagyon jó dolgaink vannak. Most ugye azért egy kicsit tartalékosan játszottunk, mert inkább a BL nem lenézve senkit, de ha nem muszáj, akkor kísérüléssel nem játszottunk ma. De úgy gondolom, hogy jó úton haladunk tényleg, amiket gyakorlunk, azok bejönnek elég sokszor. Köszi szépen, és akkor kapcsolunk vissza Kokóhoz. Hát ez a kis sérülés, ugye Görbének láttuk, az ujja be volt kötve, a hüvelyk ujja, reményeink szerint ez nem olyan komoly. Viszont így tényleg nehéz megítélni, hogy hol tart a Győr, hiszen már az elején láttuk, hogy azért ha nem is pihenteti a legjobbjait, hiszen azért Löke mondhatni végigjátszotta ezt a találkozót, de mégsem a legerősebb Győrt küldte a pályára. Hát igen, az első fél időben próbált cserélgetni, de azért a második fél időben fönn kellett maradnia. Nem volt már annyi csere lehetőségem sem, persze ezek a sérülések is hozzájárultak. De azért a komplett csapat játszott a második fél időbe. Igen, nagy kérdés ez, azért jövő hétvégén azért Magyar Kupa döntőt játszik várhatóan a Ferencváros ellen, és kérdés, hogy ez a játék mire lesz elég, a Fradinak is eléggé feljavult a játéka, ők ki vannak élezve, hogy vagy a Magyar Kupa címet, vagy pedig a bajnoki címet el akarják hódítani. Nagy kérdés, hogy majd mire lesznek képesek. Beszéljünk egy picit az Érdről, aki az első mérkőzésen is egy rövid ideig sikerült vezetnie a kiváló játékosokból álló Győr ellen, és a mai mérkőzésen is a fél időben még vezetett, aztán a másik fél idő elején ment el nagyon a Győr. Mire mehet ez az Érd egyébként a Dunaújváros ellen, és hol tartanak ők egyébként az építkezésben? Hát az az Érd, akit az első fél időben láttunk, 10 perc után, mert az első 10 perc az azért nem volt annyira jó, viszont a második 20 perc az nagyon szép volt, nagyon jól játszottak, nagyon jól használták ki, játszották a beállót, amit már mondtam szélre is, szóval tényleg bejátszották a teret, és ezt jó volt látni, mert hogy ezt vártuk az Érdtől, nagyon jó képességű játékosaik vannak, nagyon erős kerete van, és vártuk a jó teljesítményt, amit láttunk is, ez azért a Dunaújváros ellen elég lesz. Nagy kérdés lesz, hogy a Dunaújvárosnak mennyire lesz, ugye a védekezése az, ami nagyon erőszakos, nagyon ütnek, vágnak védekezésbe, hogyha erre fel tud készülni az Érd, és úgy megy oda, hogy ő is felveszi velük a versenyt, már pedig fel tudja venni a versenyt, akkor az egy nagyon érdekes és nagyon jó mérkőzés lehet. Kapcsoljunk vissza a pálya szélére, ott van már Ákos mellett Kovács Anna. Fölálltatok. Köszönjük szépen, ismételten itt vagyunk a pálya szélén. Kovács Anna az Érdi csapat egyértelműen a legjobbja. Én azzal frottisztam szegényt, hogy amikor én közvetítettem, akkor jó meccse még nem volt, ő ezt kikérte magának, úgyhogy ma akkor megdísérek, mert nagyon jó voltál. Köszönöm szépen. Tanultunk úgy gondolom, hogy az előző meccsnek a hibáiból a visszafutások jobbak voltak, illetve a védekezésünk is azt mondom, hogy sokkal egyenletesebb volt és stabilabb. Az elején egy olyan periódusunk volt, amikor elment az ellenfél, de ezt utána kihasználtuk, hogy egy kicsit fellaposodtak és visszajöttünk a meccsbe. Mi kellett volna szerinted ahhoz, hogy a második félidő is szoros maradjon, mert azért azt 18-9 azt hiszem számításaim szerint megnyerte az Eto? Azt gondolom, hogy amikor visszajövünk a félidőből, akkor az Etónak egy nagyon nagy erőssége, hogy a második félidő elejét baromira megnyomja, és igazából szerintem a legtöbb csapatnak ezzel van a problémája, nekünk is ezzel volt, hát ezeken kell javítani, mert ezeken dőlnek el az ilyen meccsek. Azt gondolom, hogy a 7 gólos különbség, hát így sikerült, de azt gondolom, hogy a meccsben több volt, és szorosabbat is játszhattunk volna. Én azt gondolom, személy szerint mondjuk én elfáradtam, voltak nagyon pontatlan lövések a meccsen, ami miatt elment az Eto. Amíg nagyon gyorsan annyit, hogy mit vársz a Dunaújváros ellen, ugye a bronz meccs az lesz a számotokra, és talán a legfontosabb meccsek a bajnokságban. Így van, innentől kezdve most már erre készülünk, mindenünket oda fogjuk rakni, és mindenképpen meg akarjuk nyerni a bronzérmet. Köszönöm szépen, Kokó, tiétek a szó. Csak egy gyors kérdés, hogy Németh András is itt volt. Hát reményeink szerint, hogy Anna ezt a teljesítményt átviszi majd a válogatottba, és akkor annak nagyon fogunk örülni. Mit látod ott vajon Németh András szövetségkapitány ezen a mai találkozón? Anna mellett volt még más magyar, akinek tapsolhattunk, aki nagyon jól teljesített? Hát azt gondolom, hogy azért a Sacil Nadina az első fél idei játékában, második fél időben nem nagyon volt helyzete, de ő már a válogatottban is elég jó teljesítményt nyújtott, úgyhogy ő talán lehet az az ember, aki ott tud maradni és benne tud maradni a keretbe. Igen, az Annától ez a bátor játék kellene, mert ugye a válogatottnak ugye szüksége van balkezes átlövőre, és hogyha ezt a teljesítményt tudja nyújtani, bár most itt szezon végén már nagyon nehéz, de még az elkövetkezendő két meccsen, akkor talán ő is még meghívót kaphat. Timi, köszönöm szépen. Tehát kialakult a magyar bajnoki döntő, Fradi Győr, a harmadik helyért pedig Érd.
Dunajváros. Dunajváros természetesen. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a hölgyeknek kezdi csókolom, az uraknak a viszontlátásra.